Szóval, üdvözlök innen mindenkit. Határ útról, 50-es villamos, a vágányzár utolsó napja. Tehát ott még kint van a tájékoztató tábla, de holnap, ugye szeptember 1-jével elindul itt a forgalom. Úgyhogy most hát végig megyek majd a vonalon, aztán majd egy ilyen helyzetjelentős videót fog csinálni, hogy mi a jelenlegi helyzet. Az előző videóhoz képest. Ugye már valószínűleg gyakorlatilag utolsó simításokat végzik, ha végzik, mert ezt itt holnap át kell adni, és holnap itt már villamosnak kell jönni. Ne a villamos után fusson, ilyen másik. Hát most jelenleg nem fog. Majd holnaptól. Itt van az új váltókörzet. És aztán utána ott az év után pedig már annyi legyenes a pálya. És fenn van az új felső vezeték is. Itt azért látszik, hogy itt a végállomásnál teljesen új vágányzat volt, viszont onnan tovább már meghagyták a régit. És itt ugye két újra aszfaltozott átjáró, meg új vezeték. Ja, meg itt a felső vezeték tartó oszlopot is cserélték. És itt van az új betápszekrény. Hát igen, azért. Sineket nem cseréltek, csak vezetéket ezen a részen. De terv szerint elmegyek majd a végállomásig, aztán meglátjuk, hogy lesz-e valami érdekes. Itt megvan a régi, meg az új oszlop is. Ezt nézzétek. És mind a kettő van vezeték. És majd lesz egy szakasz, ahol több, hát majd egy kilométeren keresztül. És később lesz itt majd egy szakasz, ahol nagyon hosszú szakaszon ki van cserélve az összes oszlop. Egy podikocsi szín előtt, itt is volt némi vágányfelújítás. Meg szerintem a nagy panelekbe is hozzányúltak. És ugye itt van az egykori villamos remíz. Néhány oszlop itt is ki lett cserélve. És akkor itt látjátok, ahol még új oszlopokat is raktak le. Viszont érdekes módon megvannak a régiek is, és a felső vezeték azon is rajta van. És még a sorszámok is ugyanaz, mind a kettő 129-es. Igen, azt hát azt hinnénk, vagy hát illetve azt hittem mindenki ilyenkor, amikor azt láttuk ezt a szakaszt, hogy régi oszlopokat újra cserélik, ahhoz képest meg nem, hanem visszatették a régi a felsvezetéket, az újra meg a betápot ezek szerint, vagy mind a két oszlopon van vezeték. Itt viszont van egy hosszú szakasz, ahol végig új oszlopok vannak, ott pedig jön egy Ikarus. Lajos Pizsei sorompót, de pont akkor jött a dupla uzsia, amikor még messze voltam. És itt látjátok, hogy azért elég sok oszlopban. Hát itt van az a szakasz, ahol szinte végig raktak el új oszlopot, viszont egy után meghagyták a régieket is. És ez a kereszteződés lett teljesen újra aszfaltozva. Meg ott egy szakaszon még a vágányhoz is hozzányúltak. És az új oszlopok itt is megvannak. De a régiek is. És akkor itt van a pálya. Hát itt tovább az emelkedős rész. És itt is hozzányúltak a pályához. És itt már a régi oszlopok vannak. És itt már lejpenetbe megyünk. Hamarosan itt az iparvasút megálló, ahol a egykoron a Burma keresztezte a villamost. És ugye itt visszafogó váltó. Hát hogy ez korábban is itt volt-e, vagy most épült be, azt most nem tudnám megmondani. És itt van a végállomás. Hát túl sok érdekesség korábban nem volt. Szél is volt kevesebb videó, viszont itt szintén hozzányúltak a pályához, és a váltókörzet az teljesen újra. De van, mindjárt közelebb megyek és megnézem, ott van egy új aszfaltozás is. Hát itt az új aszfaltozás. Nézzétek, itt van a végállomás.
Hát igen, holnaptól már jönnek a villamosok, és hát akkor helyzetjelentés egy élet volna. Végig mentem a vonalon, mindent láttuk szerintem. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, kis rövid videó, szóval megnéztétek, sziasztok!